16. alkalommal rendezték meg Zákánycéken a falunapokat. Kora reggel zenés ébresztő hívogatta a helyieket a megnyitóra, ahol Matusz Kantal polgármester köszöntője után vette kezdetét az ünnepi hétvége. A színes programkavalkád vasárnap ünnepélyes átadókkal egészült ki. Teljes körűen megtisztult a település ótemetője, immár kegyeleti parkja, bővült és megújult a művelődési ház. A kegyeleti park kialakítását 2008. decemberében határozta el a képviselőtestület az egyházközséggel közösen, hiszen a régi temető egy olyan gondozatlan, ápolatlan terület volt, ahol a növényzet el volt burjánozva, így nehezen lehetett megközelíteni a sírokat, illetve a kegyeletüket nem tudták lerolni az itt élő emberek. Így merült fel igényként, egyre követelőzőbb igényként, hogy hozzuk rendbe ezt a területet. Ezért döntött így a képviselőtestület az egyházközséggel közösen. Összefogva próbálnak meg pályázati lehetőséget keresni, és ezen belül felújítani a területet. 2008. decemberében sikerült pályázatot benyújtanunk az Új Magyarország Vidékfejlesztési Terv keretein belül. Az Európai Vidékfejlesztési Alapból a Falu Megújítás és Fejlesztés Célerőirányzatra pályáztunk, melynek kedvező elbírálása után 2010. márciusában kezdődhettek meg a kivitelezési munkák. Ki volt a kivitelező, milyen munkálatokkal kezdtek itt? A Bodrogi Bau Kft. Nyerte a közbeszerzési eljárást, így ő lett a kivitelező, és egy alapos területtisztítással kellett kezdeni, hiszen az itt burjánzó növényzet olyan mértékben elterjedt, hogy ez volt a legfontosabb, hogy kitisztítsák a területet, utána egy feltöltés következett, és úgy kezdődhetett meg az építkezés. Azok a sírok, amelyek itt voltak előtte, mi lett azoknak a sorsa, mi az, ami helyettük ide került? Ez már egy lezárt temető volt, és a halottakat elvitték a hozzátartozók ugye az új temetőben, tehát nagyon kevés sír maradt érintetlenül. A terület feltöltésre került. Az itt található, még épségben lévő keresztek bekerültek a park végében látható kis emlékhelyre. Az a jó leső örömteli érzéssel állok itt most, mint amikor egy kisgyerek elolvas egy népmesét, végigkíséri a főhősnek a történetét, és aztán a végén vele azonosulva örül, hogy a jó helyet nyerte méltó jutalmát. Valahol ez a temető története is egy kicsit meseszerűnek tűnik, de látszik az, hogy a Jóisten szeretetének egy konkrét megnyilvánulása ez a parknak a létrejötte. Talán néhány mondatban a történetét nem biztos, hogy mindenki tudja. 1933-ban történt az első temetés, 1933. júliusában, és 1961. decemberében zárták be ezt a temetőt, és az a szűk 30 év alatt mintegy 600 főnyi nyugvóhely biztosított ez a temető. Aztán a bezárás után, ahogy telt múlt az idő, hát az idő vasfoga nyilván ezt a temetőt sem kimélte, és egyre rosszabb állapotba került, kevesebb sírt gondoztak. Már 25 évvel a bezárás után, a kegyeleti idő leteltével az akkori egyházközség azon gondolkodott, hogy parkká alakítja. Sajnos nem sikerült, és hát az állapota tovább romlott. Majd a 90-es évek elején a plébános úrunk vezetésével több alkalommal társadalmi munkába történt a kitakarítása. Hát, hogy őszinte legyek, ennek sem nagy eredménye volt, hiszen a nyomok még vadabbul nőttek, és hát jobban életre kaptak. Nem nagyon kínálkozott más lehetőség, mint az értékesítés, és itt is itt volt a Jóisten újja, nem engedte az utolsó pillanatban.
Így aztán tovább kellett az egyházközségnek gondolkodnia, hogy mi legyen, és mint egy végső megoldásként az önkormányzathoz fordultunk, és hála jó Istennek, és az önkormányzat és az egyházközség jó kapcsolatának létrejött ez a megállapodás. Először ők egy közmunkaprogram keretében alaposan kitisztították, majd amit az előbb is említett pályázattal sikerült ebbe az állapotába hozni. Itt szeretném megköszönni a jó Istennek ezt a nagy ajándékát, tisztelt Püspök úrnak is az erkölcsi és anyagi támogatását, hiszen a pályázati önrészt a Püspök úr püspökség biztosította. Szeretném megköszönni polgármester úrnak a munkáját a tervek elkészítésénél, illetve bábáskodását a kivitelezésnél. Az önkormányzat képviselőtestületének a támogatta ezt a munkát, és lehetőséget biztosított olyan egyéb dolgok elvégzésén is, ami nem tartozott a pályázati keretek közé. Szeretném megköszönni nyilván a kivitelezőnek, a Bodrogi Bau Kft-nek, és mindazoknak, akik bármilyen módon közreműködtek azzal, vagy abban, hogy ez a park őseinek egy méltó emléket állíthasson, vagy állítson. Köszönöm szépen! A temető különleges helyet foglal el életünkben, hiszen földi létünk végén nyughelyünk, melyet háborgatni nem szabad. Több generáción át emlékeznek valakire, ápolják és látogatják sírhelyét, aztán a múló idő győz, lassan feletteti szerettünk elvesztésének fájdalmát, a nyughely azonban marad. Kertészeti, építészeti tervek készültek a rendbetételre, az önkormányzat és a püspökség összefogásával forrás is találtunk a költségek felezésére. A kivitelezés megkezdése előtt bejártuk a területet, mely akkor nagyon elhanyagolt állapotban volt. A temetőben nagyon hideg volt. Próbáltam magamat megnyugtatni, nem rombolni, pusztítani akarunk, nem szeretnénk senkinek a nyugalmát háborgatni. Kértem plébános urat, mutasson be Szent Mizsre áldozatot az itt nyugvók lelki üdvéért. És a hideg elmúlt. A munkátok elkezdődtek, és itt most önök láthatják az eredményt. Megszépült településünk ezen pici szeglete is, és méltó módon emlékezhetünk ide, kijöve az itt nyugvókra. Szeretném megköszönni mindenkinek a végtelen türelmet, ahogy ezt a parképítést szemlélték. Sokat segítettek ezzel nekem és a kivitelezőknek is. Köszönöm szépen! Az a park, amelyben most vagyunk, nagyon sok nemes emberi erőfeszítés hordozója. Felsorolhatjuk itt az elhangzottak közül is az elhunytak, a halottak, őseink emlékének megőrzését, a természet szeretetét, a rendezettség iránti vágyat, a közösséghez való tartozást és a vallásos lelkületet is. Amikor jelképesen most megáldom ezt a keresztet és ezt az emlékparkot, parkot, akkor érdemes röviden reflektálnunk arra, hogy egy ilyen feszület vagy kereszt nagyban, kicsiben, templom tetején, kereszteződéseknél, vagy éppen a nyakunkban egy nyakláncon dísznek számít szinte. De ha belegondolunk, 2000 évvel ezelőtt, ha egy köztérre kitettek volna egy ilyen feszületet, az olyan lett volna, mint most mondjuk egy akasztófát kiteszünk. Mert tudjuk jól, hogy most ugyan sok minden jelképévé vált a feszület, a kereszt, de eredetileg a kivégző eszköz volt, az egyik legkegyetlenebb, ahol bűnözőket végeztek ki. Jézust is ártatlansága ellenére ezen végezték ki. És az élet mégis a dicsőség, a győzelem és a szeretet jelképe, mert ő életét szeretetből áldozta mindannyiunkért, és rendbe tette az életünket, megadta lehetőséget normális ember életnek. Minden feszület, minden kereszt egy vízszintes és egy függőleges szárból áll. A függőleges arra figyelmeztet bennünket, hogy fontos az életben az Istennel való kapcsolat, hogy az normális legyen. A vízszintes pedig arra emlékeztet, hogy fontos az egymás közötti kapcsolat, az emberi közösség tagjaival egymással az igazi harmonikus kapcsolat. Arra kérem Istent, hogy mindazok, akik most itt vagyunk, ennek a rövid ünnepségnek az emlékére, ebből erőt merítve
igazán normális kapcsolatban tudjunk lenni Istennel és egymással. Ezért könyörögjünk mindenható atyánk, hálát adunk neked azért, hogy Szent Fiad a kereszten életét áldozta mindannyiunkért. Áld meg ezt a feszületet, keresztet, áld meg mindazokat, akik ezt állították, akik felújították, és áld meg mindazokat, akik erre járnak, rá tekintenek, hogy veled és egymással igazi emberi, emberhez méltó kapcsolatban tudjunk lenni, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.